Ma 75 000 nyelvvizsga hiányában középfokú végzettséget igénylő munkakörben elhelyezkedett munkavállaló van Magyarországon. A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként ezt a 75 000 diákot mentesíti a kormány a nyelvvizsga kötelezettség alól, hiszen a gazdaságnak szüksége lesz a diplomás munkavállalókra, mondta Pálkovics László innovációs és technológiai miniszter április 7-i sajtótájékoztatóján. A nyelvvizsgamentesség minden hallgatóra vonatkozik, aki 2020. augusztus 31-éig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz. Ez azt jelenti, hogy ebben a tanévben, tehát a nyári időszakban záróvizsgát tett hallgatók kaphatják meg az oklevelüket, diplomájukat a nyelvvizsga hiányában is, illetve mindazok a korábban záróvizsgát vagy államvizsgát tett volt hallgatók, akik szintén nyelvvizsga hiányában nem kaptak eddig diplomát. A Debreceni Egyetem, melyhez a Szolnoki Kampusz is tartozik, már dolgozik egy online regisztrációs felület kidolgozásán. Itt tudnak majd jelentkezni az oklevelüket átvenni szándékozók. Az új felület várhatóan április végén lesz elérhető az egyetem honlapján. Azért is nagyon fontos ez a regisztráció, hisz több esetben ez adategyeztetést is igényel a volt hallgatóikkal, hiszen azóta elképzelhető, hogy változás állt be az életén. Most itt arra gondolok, hogy esetleg névváltozás és egyebek. Tehát nagyon fontos az, hogy az oklevelek kiállítása az pontos adatokkal történjen. Dr. Pető Károly elmondta, a Gazdaságtudományi Kar, így a Szolnoki Kampusz is sok más felsőoktatási intézmény előtt jár megszerzett nyelvvizsga tekintetében. Az ide jelentkező fiatalok 80 %-a ugyanis már úgy érkezik az egyetemre, hogy megszerezte az oklevélhez szükséges nyelvvizsgát.